Szeretettel köszöntelek benneteket, és Isten hozott a Lavil világában. Néhány örökbecsű igazságot olvashattok itt, amit én szeretnék választani a mai napra, a Skára Gusztáv Jungnak egy idézete, aki kifelé néz, álmodik, aki pedig befelé néz, felébred. Minden nap tegyél valami jót, hogy a lélek szeressen benned lakni. Mi lenne, ha azt mondanám, hogyha van egy problémád, és azt tudatosítod magadban, azzal már meg is oldottad. Mi lenne, ha pusztán csak azzal, hogy tudatosítod magadban, és aztán semmi más nem teszel ezért a dologért, egyszer csak a tudatod maga végezné el ezt a feladatot. Ez már különlegesebb ajánlat lenne? Mondjuk reumás a térded, elküldtek a munkahelyedről, rosszul működik a kapcsolatod, vagy bármi, ami van az életedben, a tudatodnak a rendszerező erejével egyszer csak megjavulna. Megjavulna mindaz, ami elromlott eddig. Egy olyan képesség, ami megváltoztatja az életedet, és megváltoztatja az életeden keresztül a téged körülvevő világodat is. Lehet, hogy eltúloztam, hogy mekkora szerepe van a tudatosságnak az életedre, de ezt azért tettem, hogy ezáltal egy kicsit jobban megértsd, hogy hogyan férhetsz hozzá a belső erőforrásaidhoz. Arra kérlek, hogy ezt most nekem ne hidd el, inkább próbáld meg őszintén megválaszolni a következő kérdéseket. Nagyon egyszerű kérdések lesznek. Te tudatos vagy-e? Tudatában vagy-e annak, hogy mondjuk éppen ezeket a szavakat olvasod vagy hallgatod? Tudatos vagy-e arra, hogy most te éppen itt ülsz? Tudod-e azt, hogy minden percedben éppen mire gondolsz? Folytathatnám még ezt a sort, de én úgy gondolom, hogy először meg kell értened azt, hogy mi a tudatosságod, és hogy ez a tudatosságod hol is található. Ennek a modellezéséhez, hogy ezt megérthesd, én kölcsönöztem egy ábrát Frank Kinslow-tól. Az a kis fekete vonal ott alulról a tiszta tudat és a teremtett világ közötti határt jelképezi. A tiszta tudat formátlan, alaktalan és egységes. Az elménk viszont csak a formákon képes megtapasztalni a világot. Mindazok a megnyilvánulások, amik észlelések, képességek, amit az agy észlel és elraktároz, legyenek ezek látványok, információk, minden, ami kézzel fogható a számunkra, még a gondolataink is, ezt mind valamilyen formában az agyunk elraktározza, különböző dobozokba pakolja. Mivel a gondolataink igazából nem kézzel foghatóak, úgy, mint egy tárgy vagy bármi az anyagi világból, de valahol mégiscsak egy objektumot képeznek, tehát ezek is ugyanolyan fontos részét képezik az életünknek, az elménknek, az elme számára. Igazából bármi, aminek formája van, tényleg bármi, az mind a tiszta, formátlan tudatból származik. A teremtett világban általában mindenben két tulajdonság van jelen, a rend és az energia. Tehát akármit nézünk, bármit, mondjuk nézünk egy széket, amin most itt ültök. Ez a szék, ez nem más, mint szék formájában rendeződött energia. Teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most a csillagokról beszélünk, hegyekről, óceánról, vizekről, egy állatról, egy szál virágról, teljesen mindegy, mert minden energiából van. Amikor ezt megértjük, hogy az energia és a forma milyen szinten kapcsolódik össze, hogy az egyik egy formátlan, alaktalan valami, a másik pedig az elménk rendszerező erejével nyer valamilyen formát, onnantól már sokkal egyszerűbb megérteni ennek az egésznek a kialakulását és a létezését. Nézzük azt a rajzot, ugye, amit most én itt szeretnék megmutatni nektek.
igazából ez az alsó fekete vonal a tiszta tudatot jelképezi, innentől indul el az egész. Amikor létrejönnek a hullámvonalak, akkor az a végtelennek a rezgése. Tehát a végtelen rezgése hullámvonalban jelentkezik. Ott, ahol összeér ez a sok hullám, ezeket a hullámokat, amikor összekapcsolódnak, szubatomi részecskéknek hívjuk. Ezek a részecskék, amikor összetöbörödnek, akkor létrejönnek az atomok. És amikor az atomok molekulákká állnak össze, és a molekulák pedig fizikai formákba rendeződnek, akkor jönnek létre a tárgyak és az objektumok. Ebben a példában itt a szék például. De teljesen mindegy, hogy most ott egy csillag lenne lerajzolva, vagy egy darú, vagy egy, mit tudom én, levendula bokor, bármi. Bármi, ami az univerzumban jelen van, ezen a folyamaton megy keresztül, és így önt anyagi formát. Az elméd, az agyad nem azonos a tudatoddal. Inkább olyan ez a kapcsolat, mint amikor egy gépjárművet és a hozzá tartozó üzemanyagot nézzük. Az elme az autó, az üzemanyag pedig az a tudat, amitől majd aztán elindul a jármű. Az elme szinte folyamatosan robotpilóta üzemmódban van. Manapság ezt nagyon sok helyen örömmel fogadják, egyre több munkahely van, ahol ezeket a normális, pörgős gondolkodású, normálisnak tekintett pörgős gondolkodású embereket szeretnék felvenni. De azt tudni kell, hogy az ilyen gondolkodással, vagy ilyen pörgős életmóddal rendelkező életmód, ez egy óriási energiát vesz igénybe. Tehát egy iszonyatos energiánkba kerül, hogy minden nap, minden órában állandó készenléti állapotban legyünk. Így aztán folytonosan bajba kerül az agyunk, az elménk emiatt, a pörgés miatt. És ezzel oda akarok csak kiukadni, hogyha most meg vagy elégedve azzal az életeddel, az életednek ezzel a relatív oldalával, amit most élsz, és itt is szeretnél maradni, hát akkor érezd jól magad. Én azt kívánom, hogy legyen szép és jó életed. Ha azonban ennél valamivel többre vágysz, mást is keresel, akkor most igazából egy új útra szeretnélek csábítani. A tiszta tudatot követő hullámhoz hívlak. Innen a gondolat erejével a legkönnyebb teremteni. Gondolj csak el, milyen lenne, hogyha egy tiszta, torzulásmentes rezgéseket összefogó valami lenne a te szolgálatodban, és ezt ugye be tudnád vinni napi szinten a testedbe. Tehát valami, amivel meg tudnád emelni a rezgés szintedet. Néhány éve létezik egy magyar honfitársunknak a tudatában megszülető összefüggésnek a végeredménye, és ezt a kreatúrát ő Lavilájcnak nevezte el. Mára-mára Lavilájc lett a tudatosság kozmetikája. Minden olyan tiszta rezgést tartalmaz, ami a tudománynak a jelenlegi álláspontja szerint támogatja az emberi testet egészségben, és igazából köszönet a természetnek, és köszönet a Lavilájcnak ezért a kreatúráért. Azt állítottam, hogy a tiszta tudat mögött megjelenő rezgések egy folyamat során bármit képesek létrehozni. De igazából bármit, tehát szó szerint. Egységet, békét, boldogságot, egészséget, bármit. Hogyha van, ha létezik valamiféle külső segítség, akkor kézenfekvő, hogy használjuk. Akkor, ha a tudatosságunknak a fejlesztése, megemelése, a növekedés, a támogatás a célunk. Erre nagyon sok forrás létezik. Rengetegen olvasnak valamiféle tudatosságemelő könyvet, CD-ket hallgatnak, meditációkra járnak, különböző tanfolyamokra, önképzésekre. Nagyon szép számmal akadnak meditatív mozgásformák is, például jóga, tai chi, ilyesmire gondolok. Nagyon sokan használnak készítményeket megelőzésre. Hát a skála az igen széles, a repertoár ugye hatalmas dolgokat kínál itt nekünk. De hogy végül mit is teszünk, az a mindenkori tudatállapotunktól fog függeni. És ezt a tudatállapotot támogatja
a Lovi Lights kreációja. 2018-ban az egyik legnépszerűbb terméket, a Lovi Auricum Sensitive-et tesztelésre adták be a GF Hamilton intézethez. Ez egy Svájcban székelő, most már világviszonylatban nagyon elismert cég. Az ő tudományos vizsgálataikkal szeretnék az embereknek az életét, az egészségét biztonságosabbá tenni. Lengyelországban van egy leányvállalatuk, aminek a szakterülete kimondottan a kozmetikumok. Tehát ők erre vannak rászakosodva, és itt ebben a laboratóriumban értékelték ki, itt végezték el a Lovi Auricumnak a hosszantartó kísérleteit. Olyan felhasználókon vizsgálták, akik ugye vállalták azt, hogy hosszú heteken át rendszeresen használni fogják ezt a terméket. A labor eredmények és a használói visszajelzések alapján a következőket tudták megállapítani. Ezek a labor kémiai vizsgálatok bizonyították, hogy semmilyen allergénanyagot nem tartalmaznak a készítmények. A 6-7-es tesztelés megerősítette, hogy a bőr rendkívül jól tolerálja ezt a hatóanyagot. Semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelentenek még a tartós használatok sem, tehát hogyha tartósan használja valaki, azzal sem árthat a szervezetének. Az intézet különleges mérőműszerei a következőket vizsgálták. A kutométer nevű, ami a bőr nedvesség tartalmát mérte, milliméter pontossággal tudta megállapítani, hogy a Lovi Auricum Sensitive hidratálja a bőrt. A mexaméter, ami a bőrpírt hivatott vizsgálni, ez megállapította, hogy ez a bőrpír minden egyes használat után csökkent. A kutométer, amely a bőr rugalmasságának a változását mérte, az pedig azt állapította meg, hogy ez a rugalmasság növekedett, a bőr feszessége növekedett. Valamint a Visoline, amely a ráncok mélységét és hosszát mérte, rögzítette, az pedig igazolta, hogy ezek a ráncok csökkentek, mind mélységben, mind pedig hosszúságban. Na most két korcsoport között történtek ezek a vizsgálatok, egy 40-es és egy 60-as csoportban. Mindkét csoportnál szignifikánsan erős javulás volt kimutatható, tehát folyamatosan javítottak a bőr állapotán a 6-7-es tesztelési eredmények. Most egy kicsit bővebben azért a termékekről is beszéljünk. A Lovi Auricum és az előbb említett Lovi Auricum Sensitive változat, ők az alapkészítmények. Hogy miért, mitől alapkészítmények? Hát azért, mert szinte bármilyen célból használhatjuk. Emlékeztek még a tudatunkkal kapcsolatos összefüggésekre? Az emberi testet vibráló energia mező veszi körbe, az öleli körbe. Van, ahol egyes kultúrákban meridiánoknak, másik kultúrákban csakráknak nevezik ezeket az energiamezőket. Ez a kreáció 963 Hz-en lezeg. Ez a koronacsakrának a rezgése egyébként. És azok az érzések, amelyek a lélek szintjén csatlakoznak ide, tartoznak ide, ez a tiszta boldogság érzése, az önmagunkkal való kapcsolódás érzése, a külső-belső szépség, és valamiféle fentről megérzésszerűen jövő bölcsesség érzése. Ez az univerzumnak a legtisztább rezgése. Az a technikai bravúr, amivel ez a honfitársuk megoldotta a létezés tiszta rezgéseinek az üvegbezárását, hát ez egy védett találmány. Ami nekünk azért jó, mert van egy konkurenciamentes termékünk, és nem csak, hogy az egészségünket tudjuk vele támogatni, hanem tovább mutat egy kicsit, tehát hogyha dolgozni szeretnénk egy ilyen termékcsaláddal, akkor tudjuk, hogy ez egy konkurenciamentes termék, még ez idáig nem jelentkezett senki a világon, aki ilyen technikával valamiféle rezgés szinten az univerzum tiszta rezgéseit tudná bejuttatni a szervezetünkbe. Minél többször fújjuk, annál erősebb lesz a kreáció testre és lélekre gyakorolt hatása. Bármikor és bármilyen célból használhatjuk ezeket a készítményeket.
Következő a Lavil 32. Mit is takarhat ez a név? Hát már ez egy meghatározott konkrét területre készített készítmény. Mi az, amiből 32 van? Hát világos, a fogaink. A fogak és a száj higiéniája volt az, ami iklette az alkotót. Olyan összetételt akart csokorba fogni, ami minden ezen a területen jelentkező problémát képes egységesíteni és képes megoldást nyújtani minden ilyen problémára. Amit mi az elmúlt 6 évben tapasztaltunk, az az volt, hogy ez a készítmény gyulladáscsökkentő hatással bír, erőteljes fogikvérzést mérséklő, illetve megszüntető a hatása, a fogkövet szépen lassan, apránként lepattogtatja, szaktalanító hatása van. Arc és homoküreg gyulladás esetén, mivel a szájhoz közel eső területekről van szó, nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Fájdalomcsillapító, és van egy különleges tulajdonsága is, akinek még van a szájában régi amalgámos tömés, ezek általában szivárogni szoktak a meleg étel hatására. Na, ezeket a szivárgok és részecskéket képes megkötni, és elegáns módon kivezetni a szervezetből. Ne feledjük el, hogy a természet tele van gyógyító növényekkel. Igazából gyógytejákat, gyógynövényeket fogyasztunk, különböző gyógyító hullámokkal kezeltetjük magunkat. Hát most miért ne lehetne ennek a technikai bravúrnak köszönhetően otthon a saját egészségünkért is tenni? A szellemi jólétünkön is emelni. Ezt a Lavil műalkotást ilyenekre lehetne használni. Azok az érzések, amik ehhez a termékhez kapcsolódnak, ugye nyilván miután fog, a szájjal kapcsolatos, ezek a ki nem mondott, visszafojtott érzelmek. Ez a terület a nyitottságról, a kommunikációról, a kreatív önkifejezésről, a függetlenségről szól. A következő termékcsalád, illetve hát itt még ezt hozzá kell azért tenni, hogy nem lenne egy igazi kozmetikai család, hogyha nem rendelkezne tisztító készítményekkel. Tehát van nekünk egy Lavil testápolónk, egy Lavil tusfürdőnk, egy Lavil hajápolónk. Ez a napi tisztálkodásban, a napi testápolásban egy hatalmas segítő. A Lavil Bodyról az elmúlt évek tapasztalataiban egy mondatban azt tudnám mondani, hogy minden apróbb hámsérülést képes egy-két nap alatt teljes egészében eltüntetni. A Lavil Clean az a napi ránk rakódott levegőből, ránk rakódott szennyeződésektől szabadítja meg a bőrünket. A Lavil Hairről pedig minden használó idáig még csak felső fokon tudott nyilatkozni, hiszen azon túl, hogy serkenti a hajhagymáknak a munkáját, növekedését, egy olyan áldásos tulajdonsága is van, hogy nem engedi elveszíteni a hajnak az eredeti színét. Illetve akinél ilyen dolog történt, és rendszeresen használja ezt a készítményt, mondjuk éveken keresztül, és újra elindul a haj növekedése, az eredeti hajszínnel nőtt ki a haj. Tehát nagyon különleges dolgokról van szó. A Lavil Lymph a következő. Hát a Lavil Lymph, ugye Lymph mit jelent? Nyirokrendszer, nyirokrendszerhez kapcsolódó készítményről van szó. Igazából az első években egy kis csoportos képzésem, maga az alkotó mesélte el, hogy ez a készítmény volt az, ami a legnagyobb kihívást jelentette a számára. Ugye a legtöbb ember manapság mozgásszegény életmódot folytat. Most én ez alatt nem azt a mozgást értem, hogy elmegyünk a munkába, hazamegyünk, még otthon is munkát végzünk, lótunk, futunk, jövünk, megyünk, hanem azt érteném a testmozgás alatt, amikor a test és a lélek kikapcsolódik, egyfajta mozgásba vagy sportba tud szépen belesimulni. Egy olyan valamiben, ahol erőteljes erőkifejtés történik, de lélekben azért el lehet lazulni. És ezzel az ellazulással eltávolodhatunk a napi taposómalomtól. Ez az összetétel abban segít, hogy áthidaljuk a GPS rutint és a mozgás közötti szakadékot az életünkben. A következő a Lavil Lip Balm, tehát ez egy ajakápoló készítmény.
Nyilván az ajak ápolására készült, tartósan ápolja, puhítja, táplálja, hidratálja és kontúrozza az ajkakat. Nyilván az itt megjelenő különböző kiütéseket is képes kordában tartani. A következő a lavírnóz. Ez egy orra, arcüregre specifikálódott készítmény. Ezen a területen minden jelentkező torzulást észlel, és ki is tud javítani. Legyen ez allergia, influenza, vagy egy egyszerű cseppfertőzés, tehát bármi. A következő a lavilólin, ez egy szintén speciális kreáció, kúp formájában kerül forgalomban. Na most ez már eleve meghatározza a felhasználási területét is. Olyan gyógyító növények adták a rezgéseiket ehhez a készítményhez, amelyek pontosan ezen az elvárási területen hatnak a legintenzívebben. Omega 3-as, 6-os, 7-es és 9-es zsírsavakat is tartalmaz a készítmény. A következő a Solvil család. Na most ez egy több lépcsős készítményből áll. Van egy duó, a Full Flex és a Solvil CC, amit együtt kell használni. Ez a készítmény család egyébként a test méregtelenítésére készült, nehézfémektől való megszabadítására. A Full Flex nevű készítmény az, ami kimozgat minden nehézfémet és szennyeződést az emberi szervezetből, áramoltatni kezdi a keringésben, a CC pedig, amit majd fújni kell második körben, ez pedig összegyűjti és elegánsan kivezeti az emberi testből ezeket a nehézfém darabkákat. Ehhez tartozik a tartós árdalomnak kitett bőrfelületnek a védelmére szintén egy testápoló, egy tusfürdő és egy hajápoló készítmény. Igazából olyan emberek számára ajánljuk ezt a kozmetikai családot, akik a mindennapokban is olyan helyen dolgoznak, mondjuk, ahol napi szinten ki vannak téve ezeknek az ártalmaknak, vegyi üzemben vagy ilyesmire gondolok, vagy nagyon szennyezett nagyvárosban, szennyezett levegőjű nagyvárosban laknak, és a Solvil hajápolót pedig jó szívvel ajánlom azoknak a hölgyeknek, akik festik a hajukat. Ugyanis rengeteg olyan készítmény van még mindig forgalomban, amelyek különböző parabéneket, alumínium származékokat tartalmaznak, és ezek bizony a festékkel felkembe a fejbőrön át képesek felszívódni. Ezek a készítmények nem engedik felszívódni a káros összetevőket. Az életünknek minden területén találkozhatunk egyébként ilyen méreganyagokkal, tehát nem mondhatok olyan területet, ami tiszta lenne. Amit megeszünk élelmiszert, nem tudjuk, hogy milyen növényvédőszerekkel kezelték, napi szinten vagyunk érintkezésben különböző háztartási vegyi anyagokkal, fogdossuk az elemeket, akkumulátorokat. Tehát nagyon sok olyan terület van az életünkben, hogy el sem tudjuk kerülni a nehézfém szennyezést. Belélegezzük a kipufogógázokat, tehát bármiféle módon is belénk kerülhet. Az Exiol család a következő. Ez egy 8 tagú készítménycsalád. Alapja az Exiol SC nevezetű kreáció, ez a bőr ápolására készített, igazából egy nagy ágyú, úgy is szoktuk hívni, fiatalító sejtvarázslásra képes készítmény. Az Amrita nappali kréme és az Ananga éjszakai maszkja hidratálja, ápolja, simítja, és a nappali krém UV-védelemmel látja el a bőrünket. A Leon és a Nofret nevű szemkörnyék ápoló férfiaknak, nőknek egyaránt nagyszerű segítség. És van egy Gemma triónk, ez bőrtípusonként, egyedi szempontok szerint dolgozik a bőrön, az arcon, a dekoltázson. Van érzékeny bőrre, van normál bőrre, és van egy kifejezetten érett, idősödő bőrre kifejlesztett összetétel. Tartósan, maradandóan fiatalítanak, a ráncok mélységét befolyásolják, és ez az állapot tartós is marad. A Hevil család jelenleg 3 terméket tartalmaz. A Hevil Impulse egy gyümölcs extraktum. Ez hidratálja a testet, és elosztást végez a teljes bérrendszerben. Tisztít, jó érzéssel tölt fel. Amit még erről a Hevil Impulse-ról érdemes tudni, amikor
olyan nap elé nézünk, hogy nem tudjuk, hogy nem fogunk tudni sok folyadékot fogyasztani, tehát limitálva vagyunk a mellékhelyiségnek a használatával, akkor szó szerint egy hatalmas nagy segítség. Ugyanis miután tökéletes elosztást végez a bélrendszerben, ennek kapcsán megtartja a folyadékot a szervezetbe, tehát nem engedi, hogy az eltávozzon, és a kevesebb folyadékkal is ugyanolyan hidratált állapotba tudunk maradni a nap folyamán. A következő a Hevél 3.A, ez egy energiabomba. Mit is jelent a neve? Ugye 3.3. A pedig angolul a szemet jelenti. Tehát a harmadik szem, ez a neve hivatalosan, ez egy energiabomba. Szó szerint bombasztikus a hatása. Olyan magas szintű energiával képes ellátni az emberi szervezetet, hogy akár egy több órás intenzív figyelemkoncentrációval vagy munkavégzéssel is remekül és könnyedén boldogulhatunk a segítségével. Ez egy feldobott állapotot idéz, okoz. Hát vannak, akik erre drogot használnak, és vannak, akik nagyon-nagyon sokan a 3.1-t. Hát most melyik a természetesebb, ugye, melyiket használjuk? Van egy Adlib nevű készítményünk, hát ez kizárólag a férfiak számára készült. Muszáj megvédeni a férfiakat, a férfiak férfiasságát akkor, amikor egy ilyen őrült, hajszás, stresszes világban élünk. Pihenés és regenerálódás nélküli világban, amikor naponta küzdenek meg közülük nagyon sokan a családjukért, a megélhetésükért. Ez a kreáció gyógyít, és identitástudatot emel. A pentil termékek a következő terméksor. Hát ez jelenleg két tagot rejt magában. Az egyik a Pentil Heart. Már az elnevezésében is rejlik az alkalmazási területe, ugye nyilván a szívünkre, az érzéseinkre, a rejtett fájdalmainkra nyújt megoldást. Tehát lélekszinten ugyanúgy gyógyítanak a Lavi Lights termékei, mint testi szinten. Ne feledjük, minden lavil kreáció a test és lélek együttesét kezeli. Nem választható külön, hiszen a tiszta tudat hozza létre a testet és az elmét. Amikor a szívet erősítjük a Pentil Heart-nak a tablettáival, akkor nem csak a fizikai hatásokat javítjuk a testben, nem csak ezt produkálja a tabletta, hanem a lelki elváltozásokat is képes oldani azokkal a bejuttatott hullámokkal, azokkal a rezgésekkel, amivel rendelkeznek ezek a készítmények. Felemeli egy magasabb rezgéstartományba a szívet, a lelket, és jobb hangulatban tudjuk végigcsinálni az előttünk álló dolgainkat. Oda hat, ahol a megbocsájtás, az elengedés, a szeretet gyökerezik. A másik az Aurelium Bleu. Hát ez a hangulat javítására készített összetétel. Kék algák vannak benne. Az algák nem csak az emberi szervezetben, hanem nagyban az egész földgolyó számára is nagyon fontos munkát végeznek. Egyszerű kémiai kötésbe hozzák a nehéz fémeket, és ezt továbbadják a többi algának. Biztosan hallottatok a fukushimai atomerőmű katasztrófáról. Hát ott aztán a zöldek meg a természetvédők megkongatták a vészharangot, na most aztán, ami az óceánba jutott, az tönkre fogja tenni a flórát, faunát, itt az életnek lassan majd nyoma sem marad. Hát ezek az algák, mondtam, hogy ugye megkötik a nehéz fémeket, kötésbe állnak velük, és aztán átadják ezt a folyamatot egymásnak. Ez egy érdekes dolog volt, mert azt tapasztalták, hogy elmaradt az ökokatasztrófa. Kollektív tudata lenne az algáknak. Tulajdonképpen mindannyian egyek vagyunk, az egész univerzumban egyek vagyunk. Az algák ezt már megértették. Hát nem tudom, mi egy kicsit nagyobb testtel rendelkezünk, mi emberek, lehet, hogy nekünk ezt azért tart egy kicsit tovább, hogy megértsük. Az Aurelium Bleu a kiegyensúlyozás, a kommunikáció jellegével rendelkezik. Azt sugallja, hogy felismerjük az egységet, mert hogyha ezt felismerjük, akkor békében lehetünk az életünkkel. A Lavi Lights termékei egyfajta támogatást nyújtanak az élet számára, és ezeknek a segítségével gyakorlatilag visszatalálhatunk önmagunkhoz.
lekapom belőle, vagy 15-öt. Most közelítsük meg akkor ezt a fantasztikus alkotást a víz oldaláról. Tehát szeretném, hogyha így is megnéznénk. Mert mit jelent az emberi test számára, az ember számára maga a víz? Mit is jelent? Hát alapvetően az életet. Magát a létezést jelenti. Alapvető közegünk. Miért? Mert a Föld bolygó átlagosan 70%-ban vízből áll. Az átlag ember teste egy átlagos életkorban 70%-ban vízből áll. Most akkor nem részletezem, hogy az agy, az izmok, a csontok, a vér milyen mértékben tartalmazzák a vizet. A víz segít a sejtekhez eljuttatni a táplálékot és az oxigént, amit aztán a légzéshez be is nedvesít. Szabályozza a testhőmérsékletünket, besegít a méregtelenítésbe, védi és kipárnázza az életfontosságú szerveinket. Segít a tápanyagoknak a felszívódásába, energiává alakításában, hidratál, csillapít, oltja a szomjunkat, és még meg is tisztulunk tőle. Vajon igaz-e, hogy a vízre hatással van a környezet, az emberi testet pedig változtatni tudjuk a víz segítségével? Tehát ez az a kérdés, amit most egy kicsit bővebben körül fogunk járni. Mutatok itt nektek két fotót. Az egyik a mikrohullámú sütőben végzett kísérlet. Két flakon vizet betettek ebben a kísérletben a mikrohullámú sütőbe. Ja, és ezek a kísérletek természetesen ugye Japánból erednek. Volt egy dr. Masaru Emoto, aki nagyon szeretett a vízzel foglalkozni, és nagyon-nagyon tudta, hogyan kell vizsgálni a vízcseppeket laboratóriumi körülmények között. Hát az egyik ilyen kísérlete az volt, amikor ugye betette a mikrohullámú sütőbe, 15 másodpercig be volt kapcsolva a készülék, a két üveg közül az egyiken a hála és a szeretet felirat szerepelt, a másik üvegen pedig nem volt semmi. A baloldali középső fotón láthatjátok a 15 másodperccel későbbi vízmintából vett csepp. Ez egy olyan, mintha egy szem kidülledne. Nagyon furcsán néz ki. Értelemszerűen nem tudott kristályos alakzatot ölteni. Ez a felirat nélküli üvegből származik. Tehát amit nem védett meg, gyakorlatilag egy ilyen kis papír csíkocska, amire ráírták volna, hogy szeretet és hála. A jobb oldali ábrán viszont a szeretet és hála feliratú vízcsepp kristályosított változata látható. Hát önmagukért beszélnek a fotók. Ahol nem védtek a szavak, és ahol védtek a szavak, teljesen két különböző alakzat jött létre. Ahol nem védtek, az egy ilyen borzalmas güllett gülüszem alakzat. Szinte azt üzeni nekem, hogy most mi van? A másik pedig egy gyönyörűséges kristály. Tehát a szavaknak ekkora ereje lenne az emberi testre. A következő kísérlet még mindig az elektromágneses hullámok birodalma. Egy mobiltelefonhoz kötözték az üveget, tehát rágumizták. Ugyanúgy két különböző üveg, az egyiken volt felirat, a másikon nem volt, a szeretet és hála volt a felirat. És hát megnézhetitek a baloldali képen, a felső szintén egy düllett kristály, a vizsgálat végét követően. Igazából a telefonnál hosszabb volt az ártalomnak kitett víz ideje, ugyanis 10-szer hívták föl az adott telefonokat, és minden alkalommal egy perc után bontották a vonalakat. Ez a tartós ártalom megint csak egy ilyen gülüszemű vízkristályt hozhatott létre, ez a felirat nélküli üveg. És a középső képen láthatjátok, hogy ahol meg tudta védeni a felirat a vízkristályt, ott egy nagyon szép kristályosodás indult el. A jobb oldali kép, ez egy számítógépes kísérlet volt. A számítógép elé tették a feliratos, illetve a felirat nélküli üveget. Órákon keresztül működött ez a számítógép, dolgoztak rajta. És a kísérlet végén
a két üvegből vett vízminta, tehát a felső itt is egy ilyen gülű alakzat, a középső képen pedig egy csodálatosan, szépen, tömören elindult vízkristály látható. Tehát mindebből a kísérletből az derül ki, mint hogyha szegény vízcsepp csodálkozna, hogy Úristen, most mi történik? Hát ezek a gülű kristályok nekem teljesen ilyen üzenetet közvetítenek, és a másik üzenet pedig az, hogy csak a szavak, csak egy papír képes megvédeni, amire rá van írva a szeretet és hála, és ez egy pozitív üzenetet jelentő szó, akkor az képes megvédeni a vizet. Gondoljátok el, mi történik akkor az emberi szervezetben. Még egy kísérletet mutatnék, ez is szintén ehhez a sorozathoz tartozik. Televízió képernyője elé helyezték az üvegeket, a már bevált feliratos és felirat nélküli üveg. A felső kristálynál próbálkozik valamiféle, a bal felső kristálynál valamiféle alakzatot fölvenni a vízcsepp. A középső képen viszont, ami szavakkal volt megvédve, ott meg egy nagyon szép kristály alakult ki. Tehát ugye több óráig nyomatták a tévéműsort. Igazából mi az értelme ennek a kísérletnek? Mi jön le ebből? Hát az jön le, azt gondolnánk, hogy talán a televízió a legkevésbé ártalmas elektromágneses készülék az életünkben. Én szerintem ez nem így van. Minél tovább nézünk egy televíziót, minél hosszabb ideig tesszük ki ártalomnak a testünket, ugye a benne lévő vizet, annál biztosabb, hogy valamiféle torzulás is létrejöhet. Mert hogyha a jobboldali képet megnézitek, ahol ugyanez a kísérlet folytatása történt, az volt, hogy kerestek az egyik csatornán egy olyan műsort, ami nagyon pozitív tartalmú volt. Ez az Élet című filmnek a levetítése volt, és az az üveg, amit elétettek a tévékészülék elé, az nem volt védve felirattal. Hogyha megnézitek a jobboldali képet, gyönyörű kristály alakzatot mutat a vizsgálati idő után, és ez azt üzeni nekem, hogyha pozitív tartalom jön abból a tévékészülékből, akkor az kevésbé ártalmas, mint hogyha valamiféle negatív üzenetet közvetít az a film, vagy az az előadás, vagy az a hírek, vagy az a bármi, amit éppen nézünk. Szeretnék egy utolsó ilyen kísérletet is bemutatni nektek, ez az úgynevezett földrizs kísérlete. Az egyik üvegcserisre ráírták, hogy te ostoba, a másikra pedig ráírták, hogy köszönöm. Hetekig folytatták a kísérletet, az ostoba rizshez nem beszéltek, míg a köszönöm felirattal ellátott rizshez igen. Minden nap. Megdicsérték, ügyes vagy, szép vagy. És a kísérleti idő végén a baloldali rizs megromlott, tehát az ostoba feliratos rizs megromlott. Nem csak azért, mert ostoba felirat volt rajta, hanem mert nem foglalkoztak, nem közvetítettek energiát a rizs felé. Míg a jobboldali rizs, amelyhez folyton beszéltek és a köszönöm felirattal volt ellátva, fermentálódott a kísérlet végére, és fogyasztható állapotú maradt. Tehát azt hiszem, hogy ez is lényeges utalás arra, hogy nem mindegy, mit mondunk önmagunknak, és nem mindegy, hogy másoknak is milyen szavakat közvetítünk. Mi az igazság abban a mondásban, hogy a saját érzelmeink betegítenek meg bennünket? Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok. 1995-ben Japánban végezték azt a bizonyító erejű kísérletet, amivel végül is kézzelfoghatóvá vált, vagy érzékelhetővé vált, hogy milyen fontos szerepe van a hitnek az emberi test számára. Mindig, amikor egy gyógyszert tesztelnek, azt általában ugye több kontrollcsoporton teszik. De csak az egyik csoport kap tényleges gyógyszert, a többi úgynevezett hatóanyag nélküli tablettát. Na most, amikor letelik a kísérleti időszak,
akkor megvizsgálják az összes résztvevőt orvosilag. Nyilván abban a kontrollcsoportban lesz a legnagyobb a gyógyulásnak az arányának a megfigyelése, amelyik tényleges hatóanyagot kapott, de valami nagyon furcsa dolgot vettek észre a vizsgálattal, azt, hogy a többi csoportban is kimutatható volt a gyógyulás. Ugyanolyan betegségben szenvedő embereknél történtek ezek a vizsgálatok. Mégis a sima hatóanyag nélküli tablettát kapott csoportok is ugyanúgy gyógyultak. Na nem olyan ütemben, de bekövetkezett a gyógyulás. Ezt a folyamatot nem tudja megmagyarázni az orvostudomány, ma is úgy hívják, hogy placebo hatás. Nem kétséges, hogy a gondolkodásunk, vagy a pozitív beállítottságunk nagyon sok esetben jobb egészséghez vezet. Tehát azt hitte mindenki, hogy ő kapta a gyógyító anyagot, mindegyik csoport azt hitte, és valóban el is indult a gyógyulás a testükben. Adódik aztán a következtetés ebből, hogyha vidámak is életigenlőek vagyunk, akkor nagyon nagy eséllyel maradhatunk egészségesek. Ha azonban ezek az érzelmi amplitúdóink kilengenek, egy érzelmi skárán mondjuk negatív tartományba billennek, akkor sajnos számoljunk azzal is, hogy vele fog billenni az egészségünk is. Mi hát akkor a megoldás? Hát a megoldás az az, hogy vissza kell állítani magunkon. Vannak ilyen kis apró kis potmétereink, érzelmeink, érzelmi gócaink, gondolataink, érzéseink, és ezeken egy kicsit vissza kell tekernünk. Meg kell értenünk, hogy mik voltak azok, amik elvezettek egy adott betegséghez, és hát az információtól függően, amit aztán találunk magunkban, ettől függően majd tovább romlik, vagy épp megjavul az állapotunk. Azt a következtetést kell akkor levonnunk ebből, hogy muszáj jó információval ellátni saját magunkat, emelni a saját rezgésünket, pozitívan gondolkodni, és a szellemünket is ebben a pozitív tartományban tartani, mert akkor biztos, hogy egészségesek leszünk. Itt jobb oldalt egy táblázatot szeretnék mutatni. Az érzelmeknek a testre gyakorolt hatásáról van szó. Tehát nézzük meg mondjuk a feszültséget, az ott a legelső. Ha feszültek vagyunk, akkor a bélrendszerünk fog megbetegedni érzelmi szinten. Emésztési zavarok formájában fog ez jelentkezni. És hogy mivel válthatjuk ezt ki? Hát, hogyha ellazult állapotba tudunk kerülni. Ha megértjük, hogy a feszültségünk okozta ezt a problémát, és tudunk valami olyan tevékenységet, vagy egy olyan közeget teremteni a saját magunk számára, ahol el tudunk lazulni, akkor megtörténik ennek az oldódása. Hogyha mondjuk szorongunk valami miatt, akkor a gyomrunk fog megbetegedni, hát emésztési zavarok fognak szintén jelentkezni, és hogyha megkönnyebbülés érzés az, ami ezt ki tudja oltani. Tehát a szorongást mindig egy megkönnyebbülésnek kellene követnie. Magányosság érzése, hát itt az agy fog valószínűleg sérülni, és ennek a tünete mondjuk idősebb korban egy időskori elbutulás lesz. Hát ezt a magányosságot, tehát akinek demenciás hozzátartozója van, az valószínűleg ilyen magára hagyatottsági érzést él meg, magányossági érzése van. Hát ezt a vidámsággal fogjuk tudni oldani. A haragot, ez a bőrünkön fog jelentkezni, valamilyen bőrön jelentkező borzalmas vagy éppen nagyon egyszerű dolog formájában, hát ezt pedig a hála érzésével fogjuk tudni kioltani. Hálásak leszünk már azért is, hogy felismerjük, hogy ez vagy az a problémánk a haragunkból eredt. Az emberi testnek ugye szervei vannak, amik sejtekből épülnek föl. A sejteket molekulák, a molekulákat atomok, az atomokat meg apró, pici kis részecskék alkotják. Na most az atomoknál kisebb részecskéknek van egy sajátos hullámingatozásos rezgése. Hogyha ez a rezgés szabályos a testünkben, akkor nem valószínű, hogy meg fogunk betegedni, vagy hogy bármi is történne velünk. Ha azonban mégis kilendül ez a szabályos rezgés, és egy valamiféle érzelmi amplitúdóba kerülünk, amiket itt az előbb mutattam, akkor ez rendellenességhez vezet. Na most, ahogy az idő telik,
Ezeknek a rendellenes részecskéknek a száma egyre csak szaporodik a testünkben. Néhány hónap, vagy akár egy-két év elteltével itt már a sejtek rezgésére is hatással lesznek ezek a kilengések, és ezen a ponton pedig tünetek fognak megjelenni. Különböző tünetek formájában értesít a testünket, a testünk bennünket, hogy itt valami most már nincs rendben. Ez lehet egy enyhe láz, egy fájdalom, egy fejfájás, egy görcsös berándulás, vagy krónikus fáradtság érzése. Na, ilyenkor nagyon sokan az orvoshoz fordulnak, és hát ugye gyógyszert kérnek a problémáikra. Most a gyógyszer is ugyanazon az elven működik, amit most szeretnék ezzel a baloldali ábrával megmutatni. Képesek vagyunk alternatív módszerekkel és készítményeknek a segítségével is helyreállítani ezeket a rendellenes hullámrezgéseket a szervezetünkben. Ennek nagyon jó alternatívája a magas és tiszta rezgések miatt a Lavil termékeknek a sorozata. Tehát egy rezgést, egy ugyanolyan rezgésnek az összessége tud kioldani, mert a kettő összeadódik, nulla lesz belőle és megszűnik a fájdalom. Tehát ezen alapulnak a gyógyszerek, a fájdalomcsillapítók, és ezen az elven ezt a csúszkát használja a Lavil termék is arra, hogy a testünkben, a szervezetünkben bizonyos rendellenes rezgéseket kezelni tudjon. Tehát ezek a hullámhegyek és hullámvölgyek kioldhatók a Lavil Lights termékeivel. Nem csak befelé, hanem kifelé, úgynevezett külső sérülésekkel is kell számolnunk az életünk során. Képzeljünk el mondjuk egy autóbalesetet. Az ütközés az hirtelen megváltoztatja a bőr és a csontoknak a sejtszintű rezgését. Hogyha túl nagy ez az ütközés, akkor hát elpusztulnak ezek a sejtek. Hogyha ennél kisebb, akkor olyan változások állhatnak be, mint mondjuk csonttörés, gyulladás, ödéma. Tehát amit még a szervezet tud valamilyen szinten kezelni és tolerálni. A rezgés és az élet számtalan módon fonódik össze. Rendkívül fontos, hogy nagyon komolyan vegyük a testünket, mert ebben a testben kell az egész életünket leélni. Vigyáznunk kell rá, ápolni kell, gondoskodni kell róla, mert életünk végéig ezt fog szolgálni bennünket, és ha nem jól működik, akkor az életünk utolsó szakaszában rengeteg betegséggel fogunk küzdködni. Az életünk során az autónkat megjavítjuk. Időnként kifestetjük a lakásunkat, rendet teszünk benne, takarítjuk, kimossuk a ruháinkat. Hát amilyen a hozzáállásunk az életünkhöz, az egészségünk pontosan ezt fogja tükrözni. Amit érzünk, gondolunk és megteszünk, az átalakítja, formálja a testünket. Hatással vagyunk a testnek az egészségére akkor is, hogyha ennek a tudatában vagyunk, és természetesen akkor is, hogyha egyáltalán nem akarjuk tudomásul venni. A Lavil kreációi segítenek az érzelmi világunkban rendet tenni. A testi egészségünkben képesek helyreállító rezgéseket létrehozni. És igazából ebben még hinnünk sem kell, mert a testünk rendkívül intelligens működése önmagától változtatja meg az állapotát a Lavillal való érintkezés során. Egyszerűen csak megtörténik a folyamat. És most szeretnék még egy kicsi idő elejéig visszatérni a vízkristályos kísérletekhez. Meg szeretném mutatni nektek, hogy az aggodalom, hogyha aggodalmaskodsz, nem csak maga a szó, hanem az aggodalmas érzelmek milyen hatással vannak a testedre, a testedben lévő vízháztartásodra. Az aggodalom szó hatására egy elmosódott, nagyon háttérben lévő kristály képződik, ez a bal oldali képen látható. Igazából mi történik, amikor aggodalmaskodsz? Legszívesebben begubóznál, összekuporodnál, elbújnál. Nem akarsz tudomást venni az egész körülötted létező dologról. De hogyha az aggodalmat kicserélnéd a gondtalanságra, mint ahogyan kicserélték a vízkristályon az aggodalom szót gondtalanságra, akkor a jobb oldali képen láthatod, hogy egy gyönyörű, szép, kiterjedt, ragyogó kristály alakzat jött létre.
valószínűleg a te testedben is ugyanez a folyamat jönne létre, hogyha nem aggodalmaskodnál, hanem megpróbálnád a gondtalan oldalról nézni az életedet. Minden múlandó, semmi sem tart örökké, a rossz érzésekkel is ugyanígy vagyunk. Itt van például a feszültség szó. A feszültség szó próbálkozik a kristálya bal oldalon, próbálkozik, de csak egy nagyon kicsi dolgot tud létrehozni. Ha feszült vagy, akkor nem vagy önmagad, nem tudsz teljes értékű döntéseket hozni az életedben. Ha kicseréled azonban a feszültség szót az ellazulásra, az érzelmet, hogy feszültség, ellazult állapot váltja föl a testedben, akkor gyönyörű, szép, emeletes, kiterjedt kristály alakzat jöhet létre, ami azért jó, mert ez olyan, mint egy házépítés, tehát építed önmagadban ezeket az ellazult, gondtalan sejteket. Ezek a kristályok itt különböző zenehallgatás hatására jöttek létre, tehát zenét sugároztak a víznek. Itt a bal oldalon egy D-dur kánon, ez egy komoly zenei mű, aminek a hallgatása során, tehát a víz hallotta ezt a gyönyörű zenét szépen, és megalkotta ezt a csodálatos terjeszkedő kristályt. Ez egy ilyen vízszintesen terjeszkedő, de nagyon-nagyon szép kristály. Aztán itt van a jobb oldali ábra, azt hiszem mindenki ismeri, a Time to Say Goodbye című dalt. Ennek a hatására a vízkristály egy gyönyörű szép hatszögletű alakzatot vett föl, és önmaga köré kezdte építeni. Tehát volt egy szabályos középpont, van egy szabályos középpont, és pontosan tudom, hogy hol vannak a határaim, és elkezdek az határokkal kifelé terjeszkedni. Tehát ezt mutatja a vízkristály. Ha bármi van az életemben, ugye ez a dal nem kifejezetten arról szól, hogy a szerelmesek egymásai lesznek, hanem épp hogy valamiféle eltávolodás zajlik. Igazából, ha eltávolodsz, én akkor is a középpontomban tudok maradni, akkor is egészséges tudok maradni, tehát egy gyönyörű szép szabályos középpontból indul ki az egész történet. A jobb alsó sarokban egy heavy metal zene hallgatása után létrejövő vízkristályt láthatunk. Na most itt azért egy picit álljunk meg. Nem biztos, hogy a zenével volt a baj. Tehát a zenével nem mindig van önmagával baj. Lehet könnyű zene, lehet rock zene, lehet komoly zene, bármi. Talán a szöveg volt az, ami nem volt tökéletes, és ezért nem tudott ez a vízkristály olyan szép alakzatot ölteni, mint a két fölötte lévő. Tehát nagyon fontos, hogy mit hallunk egy zenéből. Hogy az megnyugtató számunkra a szövege, vagy pedig valamiféle tuningolás, turbózás érzése zajlik bennünk, amikor hallgatjuk. Hát Ivanovicsnak a Danubjúv, ez a Duna hullámai című szvitje. Hát hogyha az érzelmeket nézzük, amit a víz átélt, ugye, és ez már egy komplex vizsgálatnak az eredménye. Igazából itt nem csak a víz volt a vizsgált alany, hanem egy bizonyos betegségben szenvedő embernek a teste is. Tehát igazából ennek a zenének a hallgatásakor az elfolytásokat lehet megszüntetni saját magunkban. De ha már beteg valaki, akkor fizikai szinten javítja a bérkeringést. Ami azért bizonyos betegségek esetén nagyon nem árt. A jobb oldali Smetanának a moldvája, ez azt hiszem, hogy mindenki által ismert szintén. Ha érzelmi területet nézzük, akkor ez megszünteti az ingerlékenységet. De hogyha egy már adott betegségben szenvedő embernek a testéből vett minta alapján nézzük, akkor hat a nyirokrendszerre. Tehát akinek nyirokrendszerre kapcsolatos megbetegedése van, nyugodt lélekkel hallgassa csak a moldvát. És hát ugye itt van Csajkovszki Hattyúktava, ezt is mindenki ismeri. Hát ez az ízületekre van nagyon jótékony hatása, ugye az ízületi merevséget a gondolatokban, érzelmekben előforduló merevségeket oldja. Tehát fizikai szinten az ízületeket, érzelmi szinten pedig a merevséget, a valamihez való ragaszkodást képes feloldani. A jobb oldali kép a kék Dunakeringő.
Hát itt segít igazából visszanyerni mondjuk egy hosszan tartó rossz közérzet, fizikai közérzet után az elvesztett életenergiát. Tehát ez az, amire képes. Fizikai szinten pedig a központi idegrendszerre van nagyon nagy hatással, tehát érzelmi hatást közvetít. Bizé kármennye, hát ennek a nyitánya, ez egy ugye ferentikus áradó zene, ezt is ismerjük. Érzelmileg megszünteti az elfolytásokat. Miről is szól egyébként, érdemes pici néhány gondolattal áttekinteni. Hát ugye Carmen ez egy temperamentumos, igazi, bővérű hölgy, és hát ő tánca, az ő éneke azt üzeni, hogy nincsenek elfolytások, nincsenek határok. Menjünk, terüljünk, táruljunk, és az élet majd önmagától nyújt nekünk egy csomó minden jó dolgot. Fizikai szinten pedig hát ugye javítja szintén a vérkeringést, mert hogy egy áramló érzést hoz létre a szervezetünkben. Ez pedig az előbb mutatott Time to Say Goodbye című dalnak a hallgatása közben létrejött kristály. Tehát igazából a tehetetlenség érzésétől szabadít meg bennünket ez a zene. Tehát amikor ezt hallgatjuk, akkor úgy érezzük, hogy minden jó megtörténhet velünk. Fizikai szinten pedig a vastagbérre, végbérre van hatása, és hát nagyon jól összecseng a két dolog, tehetetlen vagyok, és ha megszüntetem a tehetetlenség érzésemet, akkor el tudok engedni. Tehát a vastagbél, a vékonybél, az ugye erről szól, az elengedésről. És akkor itt Bachnak a D-moll tokkáta és fugája, ez is azt hiszem, hogy mindenki által ismert zenemű. Érzelmileg ugye megszünteti a fásultságot, fizikai szinten pedig a jobb agypéltekérek a működésére van nagyon-nagyon intenzív hatással. Hát akkor most nézzünk néhány táblázatot, szintén egy japán anyagot használtam fel ehhez. Igazából a baloldali az, ami most nagyon-nagyon-nagyon nekünk ott nem játszik szerepet, mert ilyen mindenféle kagylók, csigák, tengeri uborkák és egyéb algás dolgok, ezek ugye nem nagyon játszanak a magyar étkezésben szerepet. De a jobb oldali, ahol a magvakat mutatja, tehát itt nagyon jól megfigyelhető, nekünk is van diónk, napraforgó magunk, szezámmagunk, tökmagunk, hogy milyen mértékben emelik a rezgésünket különböző élelmiszerek, tehát most itt erről van szó. Az ellenálló képességünket képes a dió növelni. Ugye ez egy 20-as tartomány, 21 a legnagyobb, a legmagasabb érték. Tehát a dió 20-as értékkel növeli, a napraforgó 21-el, a napraforgó mag, a szezámmag szintén 20-szal, a tökmag 18-al. Stresszoldó hatását tekintve a dió a legmagasabb 21-es, a tökmag 18-as, a napraforgó mag szintén 21-es és a szezámmag 20-as. Tehát nagyon jó stresszoldó hatása van ezeknek a magvaknak. Antidepresszáns hatását tekintve a dió szintén 21-es, a tökmag 18-as, a napraforgó mag 21-es és a szezámmag szintén 21-es. Tehát mindhárom kategóriában egy igazi csúcs élelmiszer, ami a magyar étkezésben is megtalálható. Aztán vannak itt tojás és húsételek, gyümölcsök, hát zöldségek, tehát itt mindenféle ilyen zöldételről is van egy táblázat. Tehát, hogyha ezeket megnézitek, akkor világossá válik, hogy mik azok, amik képesek bizonyos területeken emelni, és mik azok, amik mondjuk úgy, hogy nem változtatnak semmit, hogyha elfogyasztjuk ezeket az ételeket. Semlegesek. Én nagyon remélem, hogy sikerült egy másik nézőpontból megmutatnom a lavilt. Úgy, ahogy valójában létezik. A lavilon keresztül az univerzum úgy segítséget nekünk a befogott rezgések által a jelenlegi zaklatott időkben, amiket most mi emberek itt élünk. Azt üzeni nekünk, hogy ne félj használni a téged körülvevő természetnek az erejét. Hogy legyél kitartó és legyél álhatatos. Ne csak a lelkednek, a testednek is add meg azt, ami jár, amit szeretnél. És merjél kérni az univerzumtól. A Lavi Lights az egészséged mellé üzletet is kínál a számodra. Ez egy konkurenciamentes termék. Ezzel most
olyan jó időben érdemes foglalkozni, ahogyan talán még Magyarországról nem indult el ilyen különleges kuriózum értékű dolog a világ felé. Ugye említettem egyszer már, hogy 38 országban van jelen idáig a Lovi Lights, és az folyamatosan terjeszkedik, folyamatosan bővül ezeknek az országoknak a száma, akiknél bevezetésre kerül. Hogyha azt gondolod, hogy ebben az üzletben is szeretnél részt venni, szeretettel várunk. Ha úgy érzed, hogy szeretnéd másokkal is megosztani a Lovi Lights történetét. Az akaratod mindent legyőz. Nincs más dolgod, mint észrevenned azt, hogy melyik falat az életedben, milyen technikával tudod megmászni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És itt van még egy utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani nektek. Számomra ezek nagyon fontos dolgok. Ne ígérj semmit, amikor boldog vagy. Ne válaszolj, amikor dühös vagy. És ne dönts, amikor szomorú vagy. Köszönöm szépen. És viszontlátásra.